Véget ért a fedett pályás szezon, így már a szabadtéri idényre készülnek az atléták. Az elmúlt héten 4 napon keresztül Tatabányán edzőtáboroztak az úrószakák ifjúsági, junior és felnőtt versenyzői. Bakosi Béla a válogatott egyik edzőjeként 2 hármasugró tanítványával, Pál Robinnal és Zajác Petrával képviselte a nyíregyházi színeket. A szakember elmondása szerint elsősorban a technikai jellegű munkán volt a hangsúly, jó körülmények között dolgozhattak, így hasznos volt az edzőtábor, amelyet hamarosan újabb követ. Pénteken újra Tatabányára megyünk vissza egy hosszabb edzőtáborozásra, ez körülbelül, vagyis hát pontosabban 9 nap. Zajász Petra lesz, és Leleszi Máté sprinter, aki végülis az országos bajnokságon B-döntős volt, tehát ez a két versenyzőmmel fogok most részt venni ezen az edzőtáboron. Bakosi Peti sajnos nem tud jönni, készül az egyetemi vizsgáira, van 2 vizsgája, ezen kívül ugye utolsó fél éve van, ami azt jelenti, hogy hát nagyon kell készülni végülis az áróvizsgákra, meg a szakdolgozatát írja, ezen kívül pedig ugye nyelvvizsgájára készül, hogy ez ami kell az egyetem vizsgákhoz. Ő most itthon fog készülni, Tamással, a Kis Tamással, az edzőjével egyeztettünk, hogy mikor fog tudni kimenni Németországba edzőtáborozni. A hosszú sérülés után a fedett pályás országos bajnokságon ezüstérmet szerző Pál Robin örömmel tért vissza a válogatott keretbe. Jó volt visszatérni alapból versenyezni is, és most jó volt visszatérni az úrok közé így, hogy újra ott vagy a toppon. És nagyon jó volt a csapattal. Nagyon-nagyon élveztem azt, hogy csak edzel, csak kajás, csak edzel, csak el, csak erre figyelsz, ott vannak az edzők, akik figyelnek, és pozitív visszajelzést is kaptam, és ez nagyon jó volt így. A legnagyobb célom az szerintem az országos bajnokságot meg akarom nyerni. Tehát most nagyon úgy mentem neki, hogy technikailag a hármasugrásban nagyon sokat fejlődtünk. Edzőmmel nagyon már mentálisan is nagyon jól összünk hangolva, és ez nagyon fontos lesz, hogy a versenyen is kihozom ezt magamból. 16 méter felett szeretnék stabilan ugrani, ez nagyon fontos, nem csak egyszer-kétszer, illetve van egy nagyobb célom, egy 16 méter 30-as eredmény, amivel valószínűleg meg is tudom nyerni a bajnokságot, ha úgy jön ki, illetve a csapat elbíni szeretnék majd szerepelni. A nyíregyházi atléták közül a gyalogló Helebrant Máté szombaton a szlovákiai Dudincében áll rajtot az 50 kilométeres távon. Pokrovenszki József tanítványának célja, hogy teljesítse a világbajnoki egyben olimpiai kvalifikációs szintet.